Azt mondják, Magyarországon mindenki ért a focihoz, gondolom ön is ért hozzá. Én nem annyira, bevallom, de nekem is feltűnt, mint kívülállónak, hogy az FC Ajka egy ilyen sikersorozatban van. Nem mondjuk azt, hogy túl vagyunk rajta, mert hát ki tudja, mit hoz a jövő, de reméljük, hogy hát folyton. Persze, azt véletlenül sem mondjuk, hogy túl vagyunk rajta, mivel még nagyon, igen, nagyon fontos 6 mérkőzés van. De én már ezt többször lenyilatkoztam, meg mondom, mindig kapok ezért vagy kritikát, vagy azért van, aki érti, hogy mit akarok mondani, hogy igazán nem az a sikersorozat, amit sokan gondolnak, mert meccseket lehet nyerni sokféleképpen. De én azt gondolom, hogy... szerencsével is, igaz? Hát szerencsével is, meg. Igen, persze, vagy akár, amiből volt is problémánk, hogy néha talán a bírói segédlegcse ár, de mi nekünk egy olyan játékunk van, és egy olyan dolgot valósítottunk itt meg a szakmai stábbal, de akár mondhatom a vezetőkkel is, ugye, akik bizalmat adtak nekünk, hogy ők is mindenbe támogatnak minket, hogy van egy nagyon masszív és egy tényleg látványos játékunk, amivel jön a győzelem. Úgyhogy mi arra törekedtünk, hogy itt kezdjünk el olyan úgy dolgozni, ami a mai trendekben már évek óta megjelenik, és ugye a játékosok vevők rá, nagyon minőségi a játékos keretünk, tehát tényleg nem. Igen, minden feltétel adott, és nagyon, hogyha nem vagyunk idióták, akkor ezt nem is fogjuk elrontani hosszú távon. Nem tudom, rosszul emlékszem, de mintha egy úgymond kudarc sorozat előzte volna meg az ön szírelépését, tehát Kiskáro edző távozása is nagyjából az eredménytelenségnek. Hát igen, azért azt mondom, hogy akkor se volt, 14. helyen volt a csapat, tehát hogy azért nem voltunk még a kieső zónában, de ugye most az a szabály, hogy a kettő esik ki, és utána három, tehát a 20-19 kiesik, 17, 18 és a 16 az pedig osztályozót játszik, tehát 15. helyen kell végezni ahhoz, hogy nyugodtan... Nos, az Ajkát nem fejgeti. Nem, meg akkor is a 14. helyen voltunk, hanem akkor inkább az, hogy egy olyan periódusban voltunk, meg a csapatnak a játéka se volt annyira meggyőző, tehát én azt gondolom, nos, hogy inkább ott... Ön segédedző volt abban az időben. Igen. Tehát magyarul közelről nézte a eseményeket. Igen. Hát majdnem, hogy egy csapásra megváltozott a... Hát teljesen, én nagyon sokat tanultam a mestertől, meg tényleg nagyon szerettem is, mondhatom, vele dolgozni, meg rengeteget köszönhetek neki. Játékosként is mindig mögöttem állt, nagyon sok csapatában voltam csapatkapitány, sok helyre el is vitt magával, tehát nagyon bízott bennem, és ugyanez volt itt, amikor ide hívott engem, mert mi itt kezdtünk el igazán először együtt úgy dolgozni, hogy egy szakmai stábba kerültünk, másodedzője voltam, tehát rengeteget tanultam róla, de teljesen más a habitusunk. Tehát, hogy ez el is lett mondva, ő is nagyon sok helyen elmondta, hogy tényleg olyanok vagyunk, mint a tűz és a víz. Azért, valószínűleg ezért, mert ez a... Igen, meg hogy én, amit én képviseltem, azt ő nem, és akkor azért tudtunk így azt gondolom, hogy azért jól együtt dolgozni. Azért az ő itteni dolgai is jók voltak, tehát azért top 10-ben voltunk, ő voltak, vitte föl valamilyen szinten a csapatot, vagy stabil csapatot csinált az NB2-be, úgyhogy sokat köszönhetünk neki. De azt gondolom, hogy az a kis plusz... Fáradt vagy? Vagy kiégett? Ezek nagyon nehéz kérdések. Azért mondom, hogy az ő karaktere más, mint az enyém. Lehet, hogy ehhez a csapathoz, vagy a mai világhoz már az én karakterem sokkal közelebb áll, és nekem könnyebb átvinni azt, amit gondolunk, mert sok mindenben hasonlóan gondolkodtunk a futballból, de ugye ő volt a vezetőedző, ő volt az arc, neki kellett a csapat felé ezt lekommunikálni, és azt el kell írni, hogy a csapat azt csinálja, amit te szeretnél, meg amit te kitalálsz, hogy éppen azon a hétvégén működjön. Lehet, hogy ebbe vagyok én egy kicsit erősebb, vagy ezt könnyebben át tudom vinni. Mondhatjuk, hogy ambiciózusabb? Mert mikor legutóbb beszélgetünk, éppen telkibe volt, gondolom továbbképzés. Igen, az Alicense-re járok, tehát ezt is már többször lenyilatkoztam, rengetegen keresnek, most nagyon sok médiával kell beszélnem, és sokszor csak ismételni tudom önmagamat, hogy igazán én nem kerestem azt, hogy én vezetőedző legyek. Nagyon sokat köszönhetek a mesternek, hogy ő felkért, mint másodedző, én dolgoztam már edzőként akkor, de igazán először én ezt csak úgy munkának tekintettem, amiben sokan mondták, hogy jó vagyok, akár másodedzőként is, akár alacsonyabb szinten is, ahogy dolgoztam edzőként, ami teljesen más, mint a profi. Tehát azért megyébe úgy dolgozott, azért mások a prioritások. Itt azért, ahogy mondják mindig, minél magasabban dolgozik az ember, annál könnyebb. Nagyon, nagyon értő és minőségi stábom van, ezt megörököltem idézőjelbe, de azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a játékosokból,
is sokkal többet ki tudtam hozni, ugyanúgy a stábban dolgozóknak is felnyitottam azokat a területeit, amiben nagyon jók, és azokat én használom. Tehát az egész így összeállt egy ilyen képé, amivel most úgy néz ki, hogy azért valamilyen szinten átgyaloglunk az MB2-n. Igen, úgy néz ki, hogy nagyon jó játékos állományt sikerült összeállítani. Ennek a kialakításában őre hallgattak már, vagy részt vett? Igen, volt benne szerepem, de inkább csak tanácsokat tudtam adni, amikor a mester megkeresett embereket, vagy mit szeretnénk játszani, akkor azért kikérte a véleményemet, én is nyomoztam játékosok után, én is előszedtem azt, hogy én ezt láttam, én ezt a játékost, azt a játékost, de attól a többit azt ő beszélt a játékosokkal, az elnök úrral ők hozták őket ide, ők tudtak nekik olyan szerződést adni, amit elfogadtak, tehát a legnagyobb szerepe ebben az elnök úrnak és a mesternek volt, de én láttam a potenciált a csapatban, ő kevésbé, én úgy gondolom, tehát bár nagyon sokat beszélgettünk erről, és tényleg ezek mindig ilyen értő viták voltak. Én mindig mondtam neki, hogy mester hidd el, mondom, ezekben több van, vagy én ezt így látom, de ő vagy hogy máshogy látta, vagy ő azt nem látta, amit én láttam, de mondom, akkor még az ember csak egy kibic volt, és mindig ezt mondtam az elnök úrnak, hogy nekünk könnyű azt mondani, hogy én ezt így csináltam volna, én ezt úgy csináltam volna, mert nem tudtuk, hogy az hogy működne. Most, mivel megkaptam a bizalmat, kiderült, hogy azokat, amiket én akkor mondtam és gondoltam, az működőképes. Tehát most már sokkal bátrabban. Igen, igen. Tehát semmi extra dolgot nem csináltam, hanem láttam, hogy a játékosokban mi van. Van a futballról egy elképzelésem, és azt viszont meg tudom velük tartani. Tehát nagy szerencsém van. Ezt is lenyilatkoztam, hogy nagyon sok tradicionális klubnál, akikkel játszottunk itt az MB2-be, olyan középpályásaik voltak, vagy olyan védőik, akikkel biztos, hogy ezt nem tudnánk ezt a játékot játszani. Tehát nagyon nagy szerencsém volt ebben már is. Már másodszor, mint hogy mit szeretnénk játszani, ezt a játékot játszani. Van az ajkának valami titkos fegyvere, vagy felállás? Igen, van. Ez annyira titkos, hogy most ne elemezzük. Nem is az, persze nagyon sokat készülünk az ellenfélre, tehát nagyon speciális taktikánk van minden meccsre. Vetette be ezt a videós elemzőizét, és akkor rögtön majdnem megnyerték az angol bajnokságot. Persze, nekünk is nagyon komoly videóelemzői melónk van. Abban van a Baltos Zoli, aki most ő ugyanúgy az MLS-nek ennek a típusú képzésére jár, és rengeteget tanul, nagyon sokat használjuk a mai trendeket, meg az ő dolgát. Van egy nagyon minőségi másodedzőm, aki az erőlét terén is profi, tehát nagyon össze van hangolva a szakmai és az erőléti rész is. Megvannak a játékosok is, plusz mindig nagyon jól leszervezzük a tipikus ellenfélre, hogy melyik játékossal, mit szeretnénk játszani, milyen játékrendszerbe, de amúgy a lényeg az, hogy nagyon agresszív és gyors futballt szeretnénk játszani, és ez úgy néz ki, hogy most működik is. Én is ilyen voltam játékosként, mindig ebbe hittem, hogy nagyon nagy iramba kell közlekedni, és tehát arra van építve a csapatunk az erőlétre, és ezt is mondtam már sokszor, hogy a futball részét azt majd akkor tudjuk igazán mellé tenni, ha megvan az erőlét. Hát most már megvan a minőségi erőlét, és most már van rengetegféle támadásépítésünk, rengetegféle védekezési formulánk, és most már eljutottunk arra, már most lassan fél éve dolgozok a csapattal, hogy az elején én azt mondom, hogy a mentális erő, amit én át tudtam adni a csapatba, azzal tudtunk meccseket nyerni, és ez szépen fokozatosan most már emellé odajött a szakma is, meg az erőlét is. Mindig irigyeltem azokat a szakembereket, akik mondjuk például az ön szerepével, vagy le tudják olvasni az ellenfél taktikát. Ez így működik, hogy látja mondjuk egy 10-20 perc után, hogy mire megy ki a játék? Persze, nem kell, mert már persze természetesen a meccsnek az a része is, de már előtte annyiféle videót összevágunk az ellenfélből, és először... Mit is fognak most játszani? Mert mindent tudunk. Természetesen mindig van a meccs előtt, hogy valaki belevált, más játékost rak be, akár rendszert is vált, de ez nagyon ritka. Azért az alap dolgok, egy edzőnek a kezei nyomai, azok mindig láthatóak az előző meccseiből, és azokból mi mindig összerakunk a szakmai stáb egy videót, azt összeülünk, leelemezzük, abból még csinálunk egy kisebb videót, és azt pedig tálaljuk a csapat elé, és abban már megmutatjuk azt, hogy mi hol fogunk támadni, melyik részük bontható. Ez azt jelenti, hogy személyre szóló feladatokat adnak igen, a játékosok? Igen, persze. A csapatba is, és akkor már én el szoktam mindig mondani, addigra én már összerakom azt, hogy melyik játékosokkal mit akarok játszani, és már ott a videón elmondom azt, hogy mit kérek tőlük, melyik részeket fogjuk támadni, melyik támadásépítésünk fog működni ellenük, abba milyen
plusz vagy mínusz dolgokat kell belerakni, melyik területre kell terelni őket, hol kell labdát szereznünk, hol gyengébbek, melyik játék működik ellenük, és akkor ebből az egészből jön ki az, amit hétvégén a közönség lát. Erre mondják, hogy a játékosnak fejben is ott kell lenni, nem csak rohanni a labda után, igen, hanem igen, igen, átlátni a taktikát, igen, én ezt is gondolt... gyakorolt elemeket tudni kell alkalmazni. Igen, 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 és ebbe is nagyon sok energiát rakok, hogy nagyon képzem a játékosokat, nagyon sok interaktív videózásunk van, vagy taktikai értekezletünk, ahol én mindig vissza is kérdezem a játékosoktól, olyan példákat mutatok előttük, hogy ők ebben mit döntenének, mi a hiba, hogyha mutatok egy videót. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most már a legtöbb játékos már lassan eljut arra a szintre, hogy tudja, hogy mi miért történik a pályán. Természetesen ezt már ők utánpótlásban, akár akadémiákon, akár más edzőktől ugye ezt megkapják, de azt még speciálisan rá kell a mi dolgainkra húzni, vagy amit én szeretnék játszani, mert mindenki máshogy szervezi a védekezését edzőként, máshogy szervezi a támadásait, mást akar látni, és most már szerintem nagyon átveszik azt, amit, és látom, hogy rengeteg dolog automatizmussá válik, tehát már úgy hoznak jó döntéseket, hogy nem is koncent, nem is kell arra figyelni, hogy mit miért hoznak, hanem már tudják, meglátják is egyből hoz, és ezzel leszűkül megint a döntésidő. Ilyen kultúrát elsajátítani. Igen, 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 és ezáltal tud gyorsulni a játékunk, ezáltal tudunk, most már sokkal kevesebb gólt kapunk, még, tehát hogy ezek nem véletlenek, ezeknek mind sok munka. Észre olyat, hogy mondjuk az ellenfél edzője is kielemezte az ajkát. Hogyne, tehát, hogyne. És akkor tudni fogja előre, hogy mit játszanak, és erre felkészült, és akkor belevált, hogy úgy mondjam. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert így van, természetesen mi is vagyunk annyira, hogy próbálunk utána járni, hogy ki, hogy készül ránk, miket látnak hibának, azért ez, igen, ez a zuhanyhíradóba azért megy, tehát tudjuk, hogy miket akarnak támadni, látjuk is, hogy miket támadnak nekünk, de sokszor mi ezeket tudatosan játsszuk, tehát bevállaljuk ezeket a kockázatokat, de igen, mind tudunk bele, pontok, be, természetesen, be kell igen, bele kell, be, igen. Persze, ez egy nagyon jó csata, azért imádom, tehát nagyon sokszor például, amikor itt a Kozár vagy a Mosonmagyaróvár ellen például égtünk itthon egy nurra, egy ilyen gyengébb csapat ellen, és akkor már végre mondom, eljutott az az idő, akkor be kell vállalni, és akkor bevállaltunk egy másik játékrendszert, egy sokkal kockázatosabbat, amit azelőtt addig nem nagyon tudtam kipróbálni, mert szinte mindenhol vezettünk. Igen. És tök jó volt, amúgy nem, mert a közönség a szidott minket, mint a bokrot, teljesen jogosan, de nekem szakmailag egy tök jó volt, hogy akkor reagálni tudtam valamire, megpróbálni, és akkor ki is tudtunk egyenlíteni. Úgyhogy ez egy folyamatos csata a két edző között, vagy a két kispot között, a két szakmai stáb között, amellett, hogy a játékosok vívják a mérkőzést. De mi tehát tudunk ezek... Egy igen, igen, folyamatosan reagálni kell dolgokra, és azon múlik, hogy ki hogy reagál rá. Említette, hogy az A-licenszre készül, ez mire lesz jó? Ez már vezetőedzőként dolgozhatok MB2-be, úgyhogy hát MB1-be akkor dolgozhatnék, igen, ezzel, ha följutnék az ajkával. De elméletileg? Elméletileg akkor dolgozhatnék, ha följutnék az ajkával, akkor a következő prolicenszes képzésig addig dolgozhatnék A-licenszre. Tehát például a Kecskemétnek az edzője, a Szabó, ő most így van, igen. Tehát ez ő... megelőzi egy kicsit a... Igen, ezt kicsit ebbe segítettek azoknak az edzőknek, akik feljuttatnak egy csapatot, és mondjuk a licenszük miatt oda kéne rakni valaki mást, hogy a következő prolicenszig. Tehát máshova nem mehet el dolgozni, de azt a csapatot... Természetesen ez, nagy, ez humánus és teljesen jó döntés. Itt kerülgetjük a kását szerintem, de... Gondol-e, vagy álmodik-e néha az, hogy az ajka fölkerül az NB1-be? Hogy akkor mi lesz? Hát, Mondjuk visszakerül itt valamelyik előtte levő csapat, és muszáj lesz a harmadiknak is. Hát természetesen... Lehetősége lesz pontosan. Megmondom őszintén, hogy én nem szoktam így ennyire előre gondolni, sőt azért az NB1, én is mindig azt mondom, hogy a tradicionális nagykluboknak lenne a területe, de természetesen itt nem engedik ezt, hogy én ennyire könnyen elengedjem ezeket a dolgokat, akár a polgármester úrra is nagyon jó beszélgetéseim vannak erről a témáról, az elnök úrról szinte mindig, de ez a jó, hogy mindig álmodunk, mindig előrefele tekintünk, de azt mondják, hogy minden, hogy nem lenne semmi probléma, ha feljutnánk. Nem lenne? Nem lenne. Azt mondják, jó, hogy... A tradicionális klubok mondjuk az azért idézőjebb érteni, mert Zsóri, FC... De ők nem. Tehát én pont rájuk gondolok, hogy igazán már még egy ajka is bekerül. Persze, hogy én is annak a híve vagyok, hogy a...
hogy a Pécs, a Győr, a Nyíregyháza, Diósgyőr, MTK, Szombathelyi haladás, tehát ezeknek lenne igazán, én azt gondolom, hogy ott a helyük az NB1-be, nem, most nem megbántva ezeket tudjuk melyik klubokról, tehát nem akarom nevesíteni, nehogy véletlenül ebből is problémám legyen, mert azért néha szokott nyilatkozataimból probléma lenni, úgyhogy vannak azok a klubok, amik, de hát ők harcolták ki, úgyhogy ugyanúgy, hogy az Ajka kiharcolja, akkor természetesen itt azt mondják a városvezetők, hogy belevághatunk az NB1-be, de én azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindennek kell ahhoz történni. És azért nem annyira kényszer vagy cél, vagy nem, a harmadik hely, ez nem egy olyan rossz. Nem, ez meg főleg ez ahonnan indultunk, tehát tényleg a 14. helyről indultunk, most talán pont a mérlegem az 13 győzelem, 3 döntetlen, és 2 vereség. És az mindig ez a futballnak a legérdekesebb dolga. Ha ezt kivetítenénk az egész szezonra, akkor ez az első simán. Hát most már utolsó formák alapján már elsők vagyunk, tehát már láttam olyan táblázatot, de mondom, meg a futballnak a legérdekesebb dolga, hogy ugye a Diósgyőrtől és az MTK-tól kaptunk ki, mind a kettőt pont itthon, és hogy szerintem akkor játszottunk kétszer magasan a legjobban. Tehát akkor olyan minőségű futballt tudtunk játszani, amivel én azt gondolom, hogy gólokkal kellett volna nyernünk azokat a meccseket. Tényleg óriási fölénybe futballoztunk, és olyan meccseken meg tudtunk nyerni, ahol meg azért nem igazán mondhatom ezt el, vagy nem periódusai voltak a mérkőzésnek, amikor tudtunk dominálni. De hát ilyen a foci, hogy nem mindig akkor nyersz, amikor jól játszol. De nekem az a legfontosabb, hogy én azt lássam, és onnantól az eredmény engem nem érdekel. Azt lássam, amit mi a héten legyakoroltunk, törekedjünk rá, próbáljuk megvalósítani, tehát minden tudatos legyen, és akkor én már elégedett vagyok. De természetesen ez a sebesség, a dinamika és a védekezési formulák, azok nagyon fontosak. Tehát nem nagyon érdekel a labdás sztori, a labda nélküli dolgok érdekelnek, nem érdekelnek a labdával való hibák, hanem az azokra való reagálások érdekelnek, hogy a hibára hogy tudunk reagálni. Ezek a legfontosabbak edzőként, az, hogy utána ebből majd győzelem lesz, döntetlen vagy vereség, akkor az mindig a szerencsefaktor, az a napi forma, a játékvezetői döntések döntően tudnak befolyásolni mérkőzéseket, de ezzel lehet hosszú távon jó eredményt elérni, vagy minőségi futballt csinálni. Akkor még egy 5-6 mérkőzés hátra, ugye a 6 mérkőzés hat a mérkőzés. Szezonból, mikor beszélgetünk, de még minden nyitott. Minden nyitott, lehet. Persze, bármi lehet, igen, főleg, hogy most azért ott előttünk is botlottak, a harmadik helyi harcban is botlottak csapatok, de ugye jön még hozzánk a Gyirmót, akivel nagy harcban vagyunk, tehát megyünk az MTK-hoz, ez persze természetesen tipikus, hogy megint szerda vasárnap, úgyhogy ott a frissítek, és akkor ugye most még megyünk Kazincbarcikára, azért ők is most rossz paszban vannak, 3-szor kaptak ki zsinórba, tehát meg azért Kazincbarcikán soha nem egyszerű nyerni, teljesen másfajta futballstílusok ellen kell játszanunk egy-két napon belül, nekem oda kell figyelni a frissítésekre, hogy mindenki jó erőben legyen, de ezeket még mind tanuljuk, tanulja a stábom is, de úgy látszik, hogy azért ezeket megoldjuk. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ezekből hogy jövünk ki. Ha jól jövünk ki, akkor tényleg, akkor bármi nagyon lehet. Bármi. Tehát még akár olyan dolgokról is, amiket az ember ki sem mer mondani, de én már akkor elégedett lennék, ha tényleg azt a masszív, minőségi jó futballt játszanánk, amit mióta átvettem ezen a 13-3, az mennyi, az 16-18 meccs alatt szinte nem is volt olyan mérkőzésünk, ahol egy minimális kritikáka is érhette volna részemről a csapatot. Természetesen a nézőktől sokkal több, meg az teljesen jogos is, de én azért máshogy látom, szakmai dolgok, sok minden olyan dolog van az én fejembe, ami tudom, hogy mi miért történik, és az nem mindig a játékosoknak a rossz döntései, hanem teljesen más dolgokról van ott szó. Még egy plusz egy kérdésem lenne. Még nem tartunk ott, de ez a játékos állománnyal, ha feltéve, neki lehetne vágni az NB1-nek, vagy kellene azért? Hát mindig ez én azt mondom, hogy most azért egy nagyon komoly úttörő a Kecskemétnek ez a szereplése, hogy szinte minimális változtatással, sőt ők is elveszítették a gulkiájukat, mert ugye a Lukács az átigazolt a Diósgyőrbe már szezon közben, mármint úgy, hogy a végén ment el, de már tudta mindenki, hogy a Diósgyőrbe természetesen akkor még úgy volt, hogy a Diósgyőr jut föl, tehát biztos, hogy jó döntésnek gondolta, aztán kiderült, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt. Tehát ők egy nagyon komoly szakmai munkát végeznek,
és látszik, hogy azért nem biztos, hogy ha mi ezzel a csapattal följutnánk, akkor ha tudnánk ezt a játékot játszani, de fogalmam sincs, hogy ez hogy működhet, mert azért mi mást játszunk teljesen, mint a Kecskemét. Hát igen, azért mondom, hogy most voltam, tök jó volt, mert ugye az A-licenc miatt kell NB1-es klub látogatásomra menni, és a Mezőkövesden voltam, és nagyon sok olyan dolgot hallottam ott a vezetőktől, vezetőedzőtől, akár Kuttor Attiláiktól, tehát nagyon nagy élmény is volt, hogy ne, és pont erről is beszélgettünk egyszer ott egyik kajánál, hogy nem tudom, hogy a mi játékunk hogy működne NB1 ellen. Tehát azért a Kecskemét az szerintem defenzívebben játszik, jobban leszervezi a védekezésnek a kapu elő. Az azért már nagy pálya. Igen? És az mondom, hogy az jól működik az NB1-es csapatok ellen. Most a mi nagyon agresszív, nagyon gyors futballunk, rengeteg letámadással, hogy az, hogy működne mondjuk egy jobb képességű játékosok ellen, ahol lehet, hogy az egy-egyeket nem tudnánk ilyen nagy százalékban megnyerni, de mondom, ezek olyan kérdések, amikre csak akkor tudjuk meg a választ, ha ott vagyunk. És akkor így van, és akkor ott már lehet nekem is változtatnom kell akár a játékon, mert tudunk változtatni. Tehát nekem a fejemben sokféle játékrendszer van, sokféle játék, tehát lehet, hogy akkor én is azt mondom, hogy basszus, akkor ez most nem működik, mást kell játszani, azt megint meg kell szervezni, de az is lehet, hogy azt is meg tudnánk jól. Tehát ezek mind ilyen költői kérdések, a válaszokat. Hát akkor hajrá, FC Ajka! Oké, köszönjük szépen, köszönjük!